Vilmányi Gábor, Siposev Tamás a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Az Exotic zenekarból, és egészen elképesztő, hogy az ember ilyenkor, hogy eszmél arra rá, hogy szalad az idő. Mert hogy van egy olyan új albumotok, aminek ugye 30 évvel ezelőtt kellett volna megjelenni, ami most jelenik meg, vagy megjelent, már nem tudom, majd elmondjátok, de ez még semmi szinte ahhoz képest, hogy a zenekar már figyelj, 32 éves. Hát gratulálok, hogy túléltétek. Tényleg, ahogy te ezt most kimondtad, nekem leesett az arcom. Én láttam. És elgurult. Én láttam. Látványosan. Jézus Máriám, mi tolakodó srácok vagyunk, amúgy nagyon szimpatikusak vagyunk, de azért ezt hadd toljam az igen, arcába igen. A kedves közönségnek. Ezt nem szoktuk engedni a vendégeknek egyébként. Hát de... figyelj, de mi speciális helyzetben vagyunk. Ugye? Szóval az a rövid története a dolgoknak, hogy leszerződtünk mi 87 körül a egyetlen darab magyar hungarotonhoz, mint lemezkiadó, és akkor felkínáltuk ugye a kompozitúráinkat, a dalainkat, hogy jaj, de jó lenne lemezre helyezendő. Mit mondtak ott legelőször? És mondták, hogy nem, gyerekek, nem. De nem. Mit mondtak, mert nagyon-nagyon durva a szövege, nem jó a zenei stílus. Aranyosak vagytok, tehetségesek vagytok, ügyesek, és nagyon jók ezek a dalok, de hogyha nem csináltok orbitálisan nagy, viszonylag gusztustalan slágereket, akkor nem lehet lemezetek. Értem. Ebből és ki az orbitálisan akkor? Nagyot megvalósítottuk később, a gusztustalant abban nem mentünk bele. Igen. Hogy gusztustalan legyen. Ki mondtad, most személyeskedjünk. Hát, személyeskedjünk. Hát például csak kíváncsi lennék. Az Imre. Na jó, de azt Imre mondott ilyeneket. Oké, de történethez hozzátartozik az, hogy abban az időben a hanglemez gyártóvállalatnak termelni kellett pénzt, hogy eltartsa a komoly zenét. Tehát a könnyű zené büdzséből tartották el a komoly zenét, meg a jazz, meg stb. És tehát ezért kellett üzleti alapokon gondolkodniuk nekik. Na jó, de azért várja, van itt még egy szempont, hogy volt ez a Sanzok bizottság is, ami volt, azt mondta valamire, igen. Ha nem tetszik, akkor ez nem jelenhetnek. Ezen most 10 dalban van olyan, ami azért nem jelenhetett meg akkor, mert ők azt mondták, hogy ez kizárt. Volt például a Kettessével, ha sorba állsz című igen? Dal. Igen. Egyébként a Sanzon bizottság az ORI vizsga, tehát az ORI engedély, működési engedéllyel kapcsolatban is határozott véleménnyel volt például irányunkban, és az volt a kifogás, hogy azért nem kapja meg a működési engedélyt az Exotic zenekar, mert a zenekar flegmatikus típus. Nem, te vagy flegmatikus típus. Én vagyok! Mert a zsebretett kézzel... De látod, hogy mennyire nem domborítom saját magamat? Nem volt tisztelettudó, már akkor sem. Igen, ez volt az indoklásban, tehát a zenekar nem kapta meg az engedélyt, mert az pedig nem rágoztam. Flegmatikus típus, zsebretett kézzel adta elő a dalokat. Egyébként érdekes módon a Sanzon bizottság a későbbiek során tehát olyan számokat nem buktatott le, mint a bányászdal, ami nagyon viccesnek tűnik, de az mégiscsak egy korlenyomat volt az, hogy a bányalovak a sötétben éneklik a slágert. Jó, most ugorjunk már egyet, ne csak erről a nagyon régmúltról beszéljünk, hanem beszéljünk arról, hogy hogy voltatok képesek végigélni, vagy túlélni ezt a 32 évet? Egymás nélkül. Na jó, végül is 93-ig voltunk úgymond egymáséé, közvetlenül, aztán pedig történt néhány összeállás, egyébként ilyen rövidebb lélegzetű, csak egyszerűen erre a projektre most leltünk rá szinte véletlen kapcsán, hogy egy aktuális koncerten merült fel, hogy szedjünk már elő igazán régi dalainkat, amit nem nagyon játszottunk, csak a legelején, és akkor így pillanatok alatt előbördült belőlünk ez a projekt, mint megvalósítandó, hogy lemezre velük, tehát a régi baromi jó dalainkat tegyük már lemezre, amiket még úgy írtunk, hogy senkinek nem akartunk, és nem kellett, hogy megfeleljünk. Tehát azt is mondhatnám finoman fogalmazva, hogy ez egy olyan lemez, amivel kapcsolatosan elmondhatjuk, hogy hát gyakorlatilag mindenki bekaphatja. Már bocsánat, hogy ilyen vulgár és sem fogalmazom. Nem nagyon szoktak a vendégénk ilyeneket mondani, de igen. Tehát érted, hogy senkinek a kegyeit nem keressük tulajdonképpen. De most itt kell keresnünk valami áthallást az akkori meg a mai viszonyokra? Tehát, hogy ez az idézett felszólítás ez a maiakra is vonatkozik, vagy csak az akkoriakra, akik nem hagyták? Én úgy gondolom, hogy akár a mai
viszonylatokra is, amikor már minden annyira komerciális, hogy te, ha nem olyat csinálsz, ami azonnal fogyasztható nagy létszámban, akkor felejtsd el. Én azt mondanám, hogy ezen a lemezen biztosan nincsen gagyisláger, amit azonnal és elsőre szétütöd az autódat. Na, és autóba. Akkor ugye általában minden zenekarnak az az álma, hogy legyen lemeze, de tulajdonképpen utána az, hogy elmenjen turnézni, fellépni, koncertek legyenek, mindenki szedjen szét mindenkit. Mire lehet számítani a közönségnek most 2018-ban, Gábor? Turnéra valóban. Jó, a kérdés, köszönjük. Hát jó, amit április 1-én indítunk Budapesten, a volt Gödörnek a helyén, az Akvárium klubba. Mondjuk. És utána nyáron pedig, már most vannak lekötött fellépéseink, természetesen ezt a lemezt körbevisszük az országon, és folyt köv. Tamás legközelebb reggel nem hozom el egyébként. És nagyon pörög, de is így pörög. Hogy ne ijedjen meg a közönség, azt tudnia kell a közönségnek, hogy azért a nagy slágereinket is eljátszuk. Tehát az, ja, hát az új lemez, és a régi lányakkor, igen, Petrolán, 10.000 tépés, meg ilyenek, tehát ezeknek a mixtúráját fogjuk mi felkínálni fogyasztásra. Pont egyébként még nem voltatok itt az előtérben, valószínűleg lent a büfében kajáltatok, amikor az Emiliával éppen azt említettük, hogy valószínűleg egy olyan jó házi buli vagy retro buli sincs ma Magyarországon, ahol a Trabantba szállni dal mondjuk ne hangozna el. Nektek mi az, ami ugye a legnagyobb büszkeségetek volt az elmúlt 30 évben? Hát egyébként erre a dalra büszke vagyok, bár ez a dal zárt minket skatujába, tehát a 22-es csapdája. Miért? Hát mert mégiscsak ez a dal jut eszébe mindenkinek, hogy ott van. Nézd rám, tizedes, a 24x24 a Holdfénytánc, ami egy csodálatos rockballada. Igen, ezeket a következő állomás az, hogy ezeket a dalokat is rehabilitáljuk, ami nem ért akkora sikertel, mint amennyire jó. Úgyhogy én büszke vagyok a Trabant szövegre, sőt van olyan másodikos nyomtatott irodalomkönyv, amiben benne van ez a szöveg, amit korlenyomat. Az alapító tagok közül kik vannak olyan személyek, vagy kik azok, akik még most is képesek felállni a színpadra és veletek együtt zenélni? Mert Tabár Zoli például itt van a stúdióban, de ő már nem, úgy tudom, hogy már nem zenél, ugye? Dehogy nem. Hát még szoktál zenélni? Ez a klasszikus felállásról beszélünk. Ja, és amit sosem szoktunk hangsúlyozni, amit a Szigeti Féri marha jól csinál, hogy egy eredeti felállású zenekar. Tehát ez egy eredeti felállású zenekar, mert voltak más felállások, a Kártában annyiban jobb nálunk, hogy ők sosem játszottak más felállásban, mi azért igen, de ez most a klasszikus eredeti felállás, amivel... Viszont nálunk 8 szólamú bokálunk. Na, mert Feri mindig azt mondja, nálunk 5 szólamú, nálunk 8. Nálunk 8. De csak 5-en vagyunk, de megoldjuk. Igen. Akkor család... mikor? Az első koncert? Április 1-én. Fiatalság, bolondság. Nagyon jó a napunk. Igen. Bolondok napja, illetve egyébként húsvét vasárnap a feltámadás napja. Mi is feltámadunk aznap, reméljük. Igen. Szeretném azt reggelizni, amit a Sipos F. Tamás ugye? Reggelizett. Menj el a büfébe, kitűnő gomba van. Balond vagy. Jó, de mindig az voltál. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, bearanyoztátok az adásunk utolsó perceit is. Természetesen köszönjük szépen a nézőinknek is a figyelmet. Legyen szép napjuk, vigyázzanak magukra, Emilia. Hívják Szolzsán Sziki Ferencet a fórumban, holnap reggel jövünk újra. Emilia, köszönöm. Viszontlátás. Szép napot.